A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából hazai forrásból épülő bagi körforgalmat várhatóan júliusban vehetik igénybe az erre közlekedők. A nettó 365 millió forintba kerülő beruházás állásáról a szódi fogadóóráját követően a térség országgyűlési képviselőjét Vécsei Lászlót kérdeztük. Már az indításkor elhangzott, és ezt csak megerősíteni lehet, hogy ez a Galgamente számára az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb beruházása. Éppen ezért én igyekszem rendszeresen az illetékes hatóságoknál tájékozódni arról, hogy hol is tartanak a munkálatok. És ma az aszódi fogadóórámhoz kapcsolódóan úgy gondoltam, hogy a helyszínen is megszemlézem, hogy valójában hogy is állunk. És mögöttem talán látszik a képen, hogy most már a magassági vonalvezetése is nagyon jól érzékelhető ennek a készülő bag Aszód Domonyi csomópontnak, hiszen a három település érintett ebben közvetlenül. A magassági vonalvezetés azt mutatja, hogy minden oldalról nagyon jól belátható körforgalom készült, tehát akár a nagyon veszélyes Gödöllő irányból érkezők, akár az Aszód felül érkezők, amikor megfelelő távolságba érnek a csomóponthoz, akkor nagyon szépen be fogják látni az egészet. A munkálatok hivatalos tájékoztatás szerint a tervezett ütemben haladnak, tehát úgy látom, a helyszínen is arról győződhettem meg, hogy a júliusi átadásnak semmi akadálya nem lesz. Hát addig is természetesen a környékbeli lakosoktól, főképpen a domonyi polgároktól, akiknek a bekötő útja jelen pillanatban le van zárva ennek a jobboldali pályának az építése miatt, ezektől türelmet kell kérnünk. Remélhetőleg a két hónap múlva, másfél hónap múlva esedékes átadás az teljes mértékben megoldja itt a közlekedési gondokat.